kettő, három. A bogyiszlói gyerekek köszönték meg így a település vezetőinek, a BK-s csarnoknak keresztelt létesítményt. A helyiek a rendszerváltás után a sportcsarnok építési folyamatból kimaradtak, és azóta várták a lehetőséget, hogy egy ilyen csarnokot építhessenek. Az első kapavágásra 2016-ba került sor, és most végre birtokba vehették a csarnokot. Szeretnék gratulálni ez a nagyon szép sportcsarnokhoz, és a gratuláció mellett szeretném megköszönni a bogyiszlói embereknek a türelmét is. Amikor döntöttünk arról, hogy ez a sportcsarnok itt Bogyiszlón fog megépülni, akkor nem szerettük volna, hogy ez 3 éven keresztül épüljön ez a sportcsarnok. Ennek sajnos az előkészületek hiányosságai miatt lett ez a következménye, hogy ez kicsit hosszabb ideig tartott, mint ahogy terveztük, de elkészült jó minőségben, és remélem, hogy a következő évtizedekben a bogyiszlói lakosok ezt majd nagy örömmel és nagyon intenzíven fogják használni. Mondta megnyitójában Horváth István országgyűlési képviselő, aki egyben ígéretet is tett a sportinfrastruktúra további fejlesztésére is. Most az óvodai szinten szeretnénk az óvodások számára egy szabadtéri, úgymond ez egy korszerű sport infrastruktúrát kialakítani. Ez közel 30 millió forintos beruházás lesz, és az óvodában egy ilyen rekontánpálya szükséges labdajátékok, illetve ügyességjátékoknak a kiegészítésével. Az lesz majd a következő lépés. Örülünk ennek a létesítmények, használják a bogyiszlóiak minél nagyobb népszámban. A most átadott csarnok 260 millió forintból valósult meg, és több helyi sportegyesületnek, valamint az iskolai testnevelés oktatásnak is helyet ad majd. Szerintem ezt fogják a helyi közösségek kérni, hogy használhassák. Tehát vannak öreg fiúk, vannak futszálos lányok, biztos, hogy észre fogják venni. Van egy floorball nevű játék, amit itt a suliban kezdnek űzni, és minden megvan hozzá. Szerintem az miatt is fogják használni. Hát meg egyébként, ugye most felújításra került a sportpálya is itt mellettünk, egy TAU támogatással, ezt a Tolnai Futszál Egyesület intézte, vagy tehát olyan bonyolította, de ez az önerőt az önkormányzat adta. Tehát valószínűleg ide költözne aztán később a futball mérkőzések, és akkor azoknak az edzése is. A Békás csarnok üzemeltetési joga egyenlőre a Szekszárd-Paksi tankerület fenntartásába kerül, azzal a kitétellel, hogy egy év múlva újabb tárgyalások kezdődnek majd a településsel.